Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a mély vízben, Csintalan Sanyi barátommal, szia Sanyi, a Klik TV műsorában. Nem is tudom, mikor beszéltünk utoljára, talán egy hónapja, így alakult a dolog, és annyi minden van, de most ugye nézőknek mondom, hogy ilyenkor több beszélgetést veszünk föl, és az egyik ilyen beszélgetés, téged megelőző beszélgetés a Bot Péter Ákossal volt, akit már a nézők láthattak egyébként. És az, ami ebből rád is vonatkozhat, meg erkölcsileg mindannyiunkra, mindaz, ami a Corvinus Egyetemen történik. Tehát, hogy lehet, hogy már addigra, ez a földkészfeltartás azt jelenti, hogy attól fessünk, tehát hogy nem érint téged, vagy az? Vaj, de hogy nem. Ez csak azért, mert a te érzékenységedet azt gondoltam, hogy ez nagyon is megrezgeti, hogy ugye az történt, hogy a MOL valaki-e, mint részvényes, odaszólt, és valakit úgy vizsgáztattak le. Nagyon helyesen egyébként ennek ebbe belebukott, vagy valami történt a rektorral, ám de azt, aki nem volt hajlandó így vizsgáztatni, és a feljelentést tette, azt most kihajították. És azt mondtam Bot Péter Ákosnak, hogy visszarepülünk az időben. Nem tudom, hogy visszarepülünk-e, de minden esetre olyan jelenségek vannak, amelyek azért nagyon-nagyon aggasztóak. Hát ez egy nagyon furcsa dolog, ez a visszamegyünk-e az időbe, persze nem tudom, hogy hova. Mert hogyha oda gondolok, hogy valamikor a középkorban kialakultak az egyetemek egyébként ugye annak idején az egyházak igen erőteljes közreműködésével, és végül is a középkori egyetemnek már az volt a fundamentuma, hogy szuverén, autonóm. És ez az egyik dolog, a másik dolog az az, hogy persze voltak ugye az egyetemi autonómiát korlátozó, vagy az oktatás szabadságát korlátozó kezdeményezik máskor is. Engem ebben a történetben a jelen, illetőleg a jövő zavar, méghozzá mérhetetlen módon. Azzal együtt, hogy most akárhova néz az ember, túl sok megmutató dolgot in situ nem lát a világban. Az, hogy egy egyébként nagyon nagy valószínűséggel egy nagy orosz részvényes rokonáról beszélünk, aki képes az ország egyik legnagyobb egyetemének az autonómiáját és szuverenitását úgy korlátozni, aminek az a következménye, hogy az oktatás logikájának, az oktatás szükségszerű szabadságának a korlátozása oly módon történjék meg, hogy egy hülye gyerek miatt kirúgnak egy oktatót, aki úgy viselkedik, ahogy a jövő nemzedékének a neveléséhez, oktatásához szükséges. És előfeltétele mondjuk ennek az ország, ezen ország, Magyarország jövőbeli esélyeinek is, nevezetesen az oktatás magas színvonala és szabadsága, ehhez képest meg tudják rengetni az egyetem autonómiáját, szabadságát. Ha eddig nem esett volna le a hölgyeknek és az uraknak, hogy mit jelent ez a modellváltás a magyar felsőoktatásban, ha most se esik le, akkor nem tudom, mikor fog leesni, hogy azért minden ellenkező híreszteléssel szemben azzal, hogy pusztán kicserélik mondjuk adott esetben a kuratóriumoknak a személyzetét, attól még az egyetemi tanszabadság nem fog helyreállni. A szenátus, az önkormányzatiság az egyetemeken mindenütt, ahol ez a új modell van, ez megszűnt. Hát és ugye valójában kormányzati pénzből működnek. Hát figyelj, bármely más modell esetében is kormányzati és adófizetői pénzből működik, pontosabban az adófizető pénzéből működött, azt megelőzően is. Igen, csak nem volt elbábozva, hogy... Szabadon az oktatási önkormányzat, ha úgy tetszik, teljes szakmai és demokratikus buhárjának megfelelően. Úgyhogy... Az az illúzió, hogy a Corvinus Egyetem, vagy ezek az egyetemek, hogyha így fognak működni, már pedig nagy valószínűséggel így fogják működni a jövőben is, és másutt is valószínűleg, és éppen most készülnek bedarálni a Budapesti Műszaki Egyetemet.
hát ha így fognak működni, akkor Magyarország messzire elkerül, hogy oda se jut a világ élvonalára. Ott is egyébként az oktatók tiltakozása. Hát már meglássuk. Majd meglássuk. Mármint, hogy tiltakoznak-e ténylegesen? Hogy mit is jelent ez a tiltakozás. Szóval éppen beszélgettünk barátaimmal, és mondtam, hogy én értem, meg érzem azt az átható és egyre erőteljesebb félelmet, amit a magyar állampolgárok egy jelentős része is érez. Főleg, hogyha állami vagy államközeli alkalmazásban van. Na de hát azért most komolyan kérdezem, mert kis ország, nem vagyunk nagyon sokan. A Corvinus Egyetem nagy egyetem, de azért az oktatói létszám legalábbis... Tehát a világ nagy egyetemeihez képest picike. Van akkora, hogy az emberek össze tudjanak beszélni. Most komolyan? Nem lehet azt megtenni, hogy fogják magukat mindannyian takkal vonulva. Bot Péter Ákos a legbátrabb. Professzor Emeritus Bot Péter, ugye tőle olvastam először tiltakozást ebben az ügyben. Szóval fogja magukat és kiülnek az egyetemi, ugye Dunapartra az egyetemi elé, és addig nem mozdulnak. De te is tudod, hogy ez nem fog megtörténni. Azt, hogy meg fog történni, vagy nem, azt, hát nyilvánvaló és nagy valószínűséggel nem fog megtörténni, de hát mindenki menjen a izébe, a retekbe, ha ez nem fog megtörténni. Hát nem tudom, tényleg. A nagyhatalmú Hernádi. Hát ha... A nagyhatalmú Hernádi, meg a nagyhatalmú Hernádi. Hát te is tudod, hogy... És asszisztál ehhez? A Zsolt? Hát ő mitől van megérve? Még az a jó eset, ha csak asszisztál. Hát az azt hiszem, az közreműködik. Hát igen, ő végrehajtó. Hát, végrehajtó. Nem, én most akkor konkrétan a konkrét oktatóra gondolom, hogy annak az a sorsa végül, igen, aki igen tiszta helyzetet akar teremteni, kirúgják. Mennyiben szolgálja ez az egyetem érdekeit? Hát meg a magyar... Ilyen iskolába jártak? Ilyen iskolát végzett Hernádi Zsolt, meg az egész banda, amelyik ott most uralja a Corvinus Egyetemet? Hát nem szégyellik magukat? Attól tartok, hogy nem szégyellik magukat. Joggal. Egyébként ugye valahogy úgy válaszoltál a bevezető kérdésemre, hogy itt most ebben a világban vagy ami... Sokok van a félelemre. Igen. Itt a közel-keleti válságra utalsz vele, vagy az orosz-ukrán, vagy valami, egyáltalán a magyar helyzetre? Ne, hát itt utalok természetesen a orosz-ukrán háborúra is. Én 2022. február 24-e óta erős félelem él a szívembe. Azzal együtt én az orosz-ukrán háborút nem orosz-ukrán háborúnak hívom, hanem azt gondolom, hogy Oroszország megtámadta Európát. Európa van megtámadva azzal a mondjuk nem elhanyagolható különbséggel a második világháborúhoz képest, hogy az ukránok beleálltak ebbe a háborúba, és nem követték el, vagy nem állt elő az a történelmi bűn, ami Elzász Lotaringiában annak idején létrejött, illetőleg akkor, amikor lerohanták a németek Franciaországot. Az ukránok beleálltak, és állják a sarat. Úgyhogy egy tragikus hibának gondolom, hogyha és végzetes hibának gondolom adott esetben, hogyha félreértjük ezt a helyzetet, és nem fogjuk föl. Igen, Oroszország azért támadta meg Ukrajnát, mert ugye ez az eurázsiai téboly, ami egyébként földrajzilag nem lenne olyan szerencsétlen dolog. Az oroszok fejében az úgy működik, hogy egy moszkvai központú Eurázsiában gondolkodnak. És ennek persze még messze elágazó szálai vannak. Aztán az izraeli történetet én egy nem egyszerűen izraeli palesztin háborúnak gondolom, hanem a fundamentalista iszlám, a radikális terrorista iszlám és a keresztény zsidó civilizáció közötti konfliktusnak. És képtelen és szörnyű helyzet az a tény, hogy ott van egy terrorállam, amelyik egyébként meghirdetetten ugyanúgy, az oroszok célja is ismertek, csak itt Putin, hanem senki nem tudna oroszul, meghirdetetten a zsidó keresztény civilizációval akarja elpusztítani. Deklaráltan és szándékoltan, és előre megfontolt hosszú-hosszú évek óta
zajló előkészítés és folyamatos előkészítés közben. És ebben az egész történetben ráadásul tényleg amúgy büszke vagyok arra az erkölcsi fundamentumra, amelyik ezt a nyugati kultúrát, ezt a zsidó-keresztény kultúrát jellemzi ma már a 21. században, hogy azt mérlegeli, hogy milyen áldozatok és milyen áldatlan áldozatok jöhetnek akkor, hogyha ezt a terrorálmot elpusztítja, vagy, és ezt az armadát elpusztítja, ez az áldozatokkal fog járni, és mindent megtesz Izrael, és különösképpen Izrael, hogy egy olyan megoldást, olyan katonai megoldást találjon, ahol az ártatlan áldozatok minimalizálva vannak. Ez egy nagyon jó érzés. Eleve úgy érzem, hogy egyébként a nyugat ebben egy teljes politikai félreértésben van. Amennyiben? Abban az értelemben, amennyiben úgy gondolja, hogy ez a konfliktus megúszható. Ez olyan most ez a helyzet, mint ahogy hogy vajon mi lett volna annak idején, hogyha a szövetségesek a II. Világháború azon lamentáltak volna Németország határainál, vagy a normandai partra szállásnál, hogy most akkor hogy pusztítjuk el úgy Adolf Hitlert és a rendszerét, be lehet-e menni Németországba? Mert egyébként ártatlan áldozatok is lesznek. Ennyire analóg a helyzet szerintem? Én azt gondolom, hogy hát analóg. Abszolút analóg. Hát konkrétan erről van szó. Itt az analógia csak arra használatos, hogy esetleg nyilvánvalóban lehessen érzékelni. A megértést segíti adott esetben. Úgyhogy hát azzal együtt, hogy kérem tisztelettel, én azt úgyhogy csak egy példát mondok még arra, hogy mit nem értem, amit, ha úgy tetszik, a megfontolások részét se. Kedi csókolom. Gázával a Hamasz demokratikus választások útján jutott hatalomba. Cisjordániában demokratikus választások eredményeképpen van a Fatah. Úgy döntöttek, hogy terrorállamot csinálnak, és az a szándék. Ehhez képest még ráadásul finanszírozzuk is őket. Ehhez képest még az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok közösen, hogy több pénzt tolt Gázában, mint a II. Világháború után egész Európa marsal segély formájában. Asszisztált egy terrorállam felépüléséhez, megépüléséhez, megcsinálásához. Abban a reményben, hogy megelégszik azzal a... De ha egyszer meg van hirdetve, akkor legalább mondjuk például a pénzeket azért kontrollálni lehetett volna, hogy mi folyik a gázai iskolákban, és a többi. Amúgy csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy Gázánál kis, nagyobb népsűrűséggel élő és még talán kisebb országa is vannak a világban. Tehát nem Izraelnek kell létrehozni, nincs izraeli apartheid. Hamas apartheid van, az van. Egyébként ugye a magyar kormány kerül sajátos helyzetben, legalábbis azzal, hogy viszonylag egyértelműen elítéli azt, amit a Hamas elkövetett, és emellett változatlan retorikával foglalkozik az ukrán helyzettel. Most, amikor beszélünk a kettünk előző napon, Szijjártó újra békét hirdetett Minszkben, Lavrov mellett egyébként tegyük hozzá. Szóval, hogy ez a kettős beszéd, ez mennyire jön át a társadalomba, hogy itt két háborús konfliktus van, két háborús agresszor van, és az egyiket elítéljük, a másikat pedig hát úgy immel-ámmal. Péter, nagyon érdekes Magyarországon kialakult helyzet. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy azt a képletet az elég könnyen át lehetne látni, amit, ha úgy tetszik, felvázoltam a tévedés kockázatával, az, hogy a magyar politika, a magyar hatalom, a magyar kormány, szerintem, hogy is mondjam neked, elég egyszerűen belátható, hogy miért fúj itt ebben a történetben hideget és meleget. Ahogy tetszik,
és nem is nagyon akarok ebben most belevenni, milyen pragmatikus szempontok vezérlik akkor. Ezeket úgy nagyjából hónapok óta soroljuk, amikor ezt mondja Oroszország ügyében, és azt mondja Izrael ügyében. Nagyon helyesen mondja azt, amit mond Izrael ügyében, nagyon örülök neki, hogy a magyar kormány ezt az álláspontot képviseli, ám de nagy valószínűséggel, sőt biztosan nagyon praktikus és pragmatikus szempontok alapján teszi ezt. Hát ez most kimeríteni a mostani beszélgetésünk kereteit, de ha van kedved, mert sajnos ez aktuális még sokáig, majd ebbe menjünk bele, de ha megengeded, annyiban most hagyd legyek kezdeményező, hogy persze azt is hozzáteszem, hogy mondjuk egy valamelyes még demokratikus országban az, hogy ez a politikai hangulat lehetséges, és a kormányzati álláspont, ez a nagyon diffúz, nagyon ellentmondásos álláspont, amely kizárólag hatalmi érdekeket szolgál, működhet, ehhez az is kell, hogy a politikai riválisok ehhez asszisztáljanak. Szóval az, hogy a magyar parlamentben megtörténik az, hogy a Momentum nem megy be szavazni Hamas elítélésekor, és Hatházi Ákos nemmel szavaz a Hamas elítélésekor Novák Előddel, az olyan kulturális és erkölcsi botrányot, én baromi nehezen tudok kezelni. És ugye, mert a magyar belpolitikát is említetted, szóval a két előbb vázolt históriához képest mondjuk attól se kapok röhögőre, ahogy egyrészt reagál a magyar politika az európai helyzetre is, és ebben az ellenzéki politika és az izraeli helyzetre is. Én meghallgattam az ellenzék, meghallgattam volna szívesen az ellenzék előzőben vázolt problémákkal kapcsolatos álláspontját, alig hallottam valamit. Én józan hangot most egyáltalán, vagy értelmes mondatokat a magyar belpolitikával kapcsolatban az MSZP-n kívül senkitől nem hallottam. Senkitől. Ez egyrészt nekem öröm. Csak erre azt mondják, hogy azért, mert most MSZP tag vagy, azért politikai kampányt folytatsz. Bocsika. Mert mondtatok itt valami? Bármit mondtam. Ki nem szarja le, hogy ki mit mond arra, amit én mondok. Vagy megtanulják, hogy mi van, vagy nem tanulják. Vagy jó, egyébként ebben teljesen igazad van, hogy föl kéne hagyni azzal, hogy mindig azt mérlegeljük, hogy mások hogyan fognak reagálni erre a dologra. Hát teljesen igazad van. Abban, hogy egyébként nem csak fölvillantottam ennek a lehetőségét. Ettől most nem fogok kétségbe esni. Jogosan tetted, örülök is neki, hogy fölvillantottad. És egyelőre amellett, amit mondok, érvelni is tudok. Tehát figyelj ide. Akkor, amikor az MSZP az egyetlen jelen állás szerint, amelyik nem azzal van elfoglalva rövid távon se, pedig mindenféle érdekei lehetnének, és játszhatná azt a szerepet, amit a többiek is itt most úgy néz ki, hogy bevállaltak, hogy orba szájba egymást abuzálják. Hát, de jó, hogy van egy ilyen szavunk is. Hát nem? De komolyan mondom. Hát, mert úgy természetesen nem ez a szó jön neki belőled. Hát, igen, hát, de most komolyan. Hát azért ez egyszerűen elképesztő. Miközben tudod, azért is hihetettel a dolog, mert az ellenzéki választó most az elmúlt napok reakciója alapján teljesen nyilvánvalóan és egyértelműen nem ezt várják a rendszerkritikus ellenzéktől. De te hogy értik, hova helyezed ezt a Donát Anna megszólalást? Mi ennek a magyarázata, háttere? Milyen célt szolgál? Pont miért használ olyan érvrendszert, ami egyébként nagyon szépen belesimul a Fidesz érvrendszerébe? Ezzel nem akarom a demokratikus koalíciót védeni, csak mondom. Figyelj ide! A nagyon jó hiszemű magyarázatom a következő, fiatalok, és azt hiszik... De te nem ezt gondolod. Figyelj ide! Lélektanilag, ez már jutott nekem eszembe a Momentummal kapcsolatban, hogy azt hiszik, hogy baromi sok idő van. De ez most komolyan. De ezzel együtt kell hozzá egy nagyfokú jó hiszeműség. De hát egyébként, ha a többi abúzálót, kivéve az MSZP-t,
A többi, aki nem hiszi, járjon utána, hát nem muszáj nekem hinni. A többi abúzáló, akik már idősebbek is, meg én nem akarok én ebben, hogy korosztályos problémát csinálni, de azért a Momentummal ezt elég jelentősnek tartom, hogy valami is azt hiszi, hogy hát és akkor majd egyszer hamarosan, majd nem tudom mi, majd valami történik, meg a világpolitika. A helyzet felismerés, intellektuális probléma, politikai tehetség, presztízs, butaság, felelőtlenség. Hát nem véletlenül, én szoktam azt emlegetni, hogy tényleg komolyan azt gondolják, hogy ez a rendszer, amit az Orbán főnök nevével fémjelzett rendszer, a maga egészében, az oktatásügytől a külpolitikáig, ennek az országnak káros, akkor most egymást kell itt abúzálni? Ha komolyan mondják ők maguk is, amiket mondanak, a DK-tól ahogy hívják így, a Momentumig. Ungárék ugye az LMP elmondta, hogy konstruktív ellenzék akar lenni. És ez egy másik történet. Ha nem keverik össze az intrikát a politikával, vagy azt tételezem föl, hogy nem is akarja senki nyerni, és tényleg csak egy megélhetési ellenzékkel van dolgunk, ezt én nem akarom elhinni. De én ezt nem akarom elhinni. Szóval, mit gondoljunk? Tényleg ez egy nagyon nehéz kihívás, hogy több választási kudarc után nem tanultak eleget? Vagy tényleg nem felelősen? Vagy tényleg annyira nem érdekes a nemzet? Ha abba is belegondolunk, persze, hogy az utolsó összefogásra épülő választási vereség után, ugye tényleg nem volt analízis. Amikor a vereség éjszakája előállt, és nem mentek oda közösen felelősséget vállalni. Ezt minek tudjam be? Pszichológiai gyengeségnek? Tudatlanságnak? Felelőtlenségnek? És ugyan folytatják, ahol abba hagyták? Ezt, amit most a Donát Anna elmondott. Ezt most kell elmondani néhány hónap alatt. A választási vereség után egy évet nem lehetett volna rászállni a tanulságokra és sok mindenre. Addig bezárólag, hogy mondjuk a Gyurcsány mennyire terhes adott esetben. De azért vagyok kíváncsi arra, hogy milyen politikai célja lehetett egy ilyen. Nem mindig van, hogy a kutyapárt szavazóit magához édesgesse. Mert érted, hogy az a retorika, amivel előáll Donát Anna, és ami tulajdonképpen megjegyezik azzal, amit a Fidesz mond, egy 16 évvel vagy 17 évvel ezelőtti történethez, és ez most felmelegítve ide kidobva, hozzáteszem, hogy én a DK válaszával sem értek egyet, mert szóval azt mondani mindenre, hogy mi vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt, és ennek nagyobb a felelőssége, ez semmit nem jelent. Ugye Péter, az a nagy probléma, ugye, hogy én meghallgattam a 12 éves, gondolom te is a 12 éves évfordulóra előadott politikai programbeszéd, vagy minek, meg megnéztem ezeket a kormányprogramokat. Üres, mint a tökély. Hát jó, hát Gyurcsány Ferencre is csak, neki is csak azt tudom ajánlani, hogy írja meg ezeket a szövegeit, nem filozófus ő, és ráadásul nagyon szimplifikált előadás a szociáldemokráciára. Most éppen kitalálták, hogy szociáldemokraták. Nincs más megoldás. Lehet, hogy ehhez meg kell élni, lehet, hogy ehhez még választási vereség kell, össze kell szedni azokat az embereket, akikben legyenek ezek civilek. Nézd meg ez a Miskolci sztori, ez milyen a polgármester. Igen. A saját ellenzék, valaha közösen jelölt polgármesterükkel szemben, ebben az időben, ebben a helyzetben új riválist állítani. Jó, figyelj ide, látszik, hogy zavarban vannak, mert ugye elmaradt az a munka, amivel meg lehetne alapozni, az a stratégiai építkezés, az az összebeszélés, ami ahhoz kell, hogy legyen valamiféle koalíció. Most
Egyébként ez a miskolci lépéssel őrült nagy probléma elé állítják egy csomó helyen egymást hiteltelenítik. Nincs más megoldás, tényleg valószínűleg valahonnan szinte a nulláról kell újraépíteni mindazoknak az embereknek az ellenzéki politizálást, akik belátják, és ebben tovább vagyis fűtöm az MSZP propagandát, amit végül is az MSZP elkezdett. Akár tetszik, akár nem, koalíciódni kell, ebben mindenkinek meg kell találni a saját helyét. Az MSZP egy erősen balos politikával, de a kérdés az, hogy most mit tartunk a legfontosabbnak, a rendszer tényleg káros, vagy nem káros. Hogyha káros, és mindenki állítja, akkor először is össze kell hozni egy platformot, ahol mindenféle színű, szagú, lábszagú politikai erő, amelyik a rendszert le akarja váltani, összefog egymással, mindenek előtt a rendszer megdöntéséért, leváltásáért, felszámolásáért, nokdacú, és még súlyosbítom a helyzetet azzal a céllal, hogy 2026-ban kétharmaddal győzzön. Kétharmados győzelem nélkül a rendszert nem lehet leváltani. Tehát egy minimális platformot össze kell hozni a rendszerrel kapcsolatban, össze kell rakni ennek a, ahogy annak idején az ellenzéki kerekasztali szokszempontból megcsinálta, össze kell rakni ennek a tartalmi és szervezeti és struktúrális feltételeit, hogy ne abba a szarakodásba fulladjon bele, mint az előző összefogásnál, hogy hát, és akkor gyókolom, hogyha feles többséggel nyerünk, akkor mit csinálunk a kétharmaddal, és akkor mondja ki azt a kétharmadas, de a győző parlamenti többség, hogy akkor ez egy alkotmányozó nemzetgyűlés, megcsináljuk az új alaptörvényt, népszavazással megerősítjük, jaj, bocsánat, hogy csapkodom az asztalt, kérjük, hogy csinálunk egy új választási törvényt, és ennek megfelelően kívülünk egy új választás, és akkor lehet versengeni megint konzervatívoknak, és nem konzervatívoknak, és szociáldemokratáknak, és liberálisoknak. Ellenkezőleg egyébként, hogyha legyek kellően apokaliptikus, és három lábon álljon az apokaliptikus vízióm, ha a Fidesz itt legközelebb, vagy bármikor egyszerű többséggel lesz legyőző, akkor polgárháború lesz. Mert hogy a Fidesz nem adja át a hatalmat, ha csak egy egyszerű többség is van szó nélkül, az biztos. A Fideszt nagyon le kell győzni. Ez analóg azzal, amit egyszer az Orbán mondott. Ő mondta, hogy egyszer nagyon kell nyerni, és nagyon kell nyerni. Hát csókolom, sajnos. Szanyi, nézd, van egy demokraták kellenek hozzá. Szanyikám, van egy mondatom, amelynek a fele jó, a másik fele nem annyira jó. Na. Egyrészt egyetértek veled. Másrészt kevesen vagyunk, akik egyetért a szemben. És pont azok, akik a politikát csinálják. Nem baj, Péter, csinálnunk kell, ez a feladat, ez a kihívás, ez a gyerekeim és az unokáim iránti felelősség mondatja. Nem azért mondom, mert azt hiszem, vagy hogy mondjam, hogy azért legyen benne egy optimista hangvétel is. Nem abból a feltételezésből indulok ki, hogy mit nem tudunk megcsinálni, és mi reménytelen, hanem abból a feltételezésből indulok ki, hogy csak a hülyéknek a fejében nem állt az össze, hogy egyébként hogy lehet ezeken a viszonyokon és ezen a rendszeren változtatni. Ha ez 2026-ig meg lesz, akkor gyönyörű lesz, és megint hanyat vágom magam a hősök terén, ha nem, akkor majd 4 év múlva, vagy ha megélem, vagy amíg nem jönnek rá, de rá fognak jönni egyszer. Valakik rá fognak jönni. Meglátjuk mikor. Sanyi, köszönöm, hogy itt voltál. Nincs mit 2 forint. Jövök. Hát ennél meg, és mindent elrontasz a pénzzel. Ne higgyék el nekik. Viszontlátásra.